Behívta Orbán Viktort Volodymyr Zelenszkij, ukrán elnök. A miniszterelnök sajtófőnöke azt mondta, amikor szükséges és időszerű lesz, Orbán Viktor ellátogat Kijevbe. Ezzel a témával is foglalkozunk, és nézzük, hogy mi lesz még. Magyarországnak végül igaza lett. Hajnalra döntés született a brüsszeli csúcson, megerősítik az Európai Unió külső határait, annak érdekében, hogy megakadályozzák az illegális migránsok beáramlását. Vendégem Juhász Hajnalka, a külügyi bizottság alelnöke. 25,7%-ra ugrott az infláció januárban, 27 éve nem mértek ilyen drágulást Magyarországon. Ez már vajon a tetőzés tartható az évvégi egyszemélyegyű prognózis? György László kormánybiztost kérdezem. Csoda a romok alatt, 10 napos csecsemőt mentettek ki 4 nappal a földrengés után Törökországban. A kritikus 72 óra lejárt, egyre kevesebb az esély, hogy túlélőkre bukkanjanak a mentőcsapatok, köztük a magyarok is. A máltai szeretetszolgálat segítőinek vezetőjét, Solymári Dánielt a szíriai Aleppóból kapcsoljuk. Az Egyesült Államok robbanthatta fel az északi áramlat 2 gázvezetéket, erről ír egy amerikai oknyomozó újságíró. Forrásai szerint a parancsot maga Joe Biden amerikai elnök adta ki. Oroszország nemzetközi vizsgálatot követel. Robert C. Castell biztonságpolitikai szakértővel elemzünk. Hajnali 5 órakor fejeződött be a rendkívüli uniós csúcs találkozó Brüsszelben, és fontos döntés született a határvédelemről. Ursula von der Leyen bizottsági elnök azt mondta, az Európai Unió pénzzel is segíteni fogja a tagállamokat a külső határok megvédésében. Az illegális migrációt akarják így visszaszorítani. Vendégem Juhász Hajnalka, az Országgyűlés Külügyi Bizottságának alelnöke. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Akkor ez azt jelenti, hogy Magyarországnak igaza lett végül, az akár a migráció, akár a határvédelem kérdésében? Ebben is én azt mondanám, hogy miniszterelnök úrnak igaza volt, igaza van és igaza lesz. 3 olyan területet érintett ez a rendkívüli csúcs találkozó, ami egy abszolút új irány vagy új politikai üzenet. Az egyik az a migráció kérdése. Ugye a magyar kormány hosszú idő óta mondja azt, hogy a határok megerősítését, a határok védelme érdekében uniós szinten kell fellépni. A mostani következtetések itt a bizottságot gyakorlatilag felhívják arra, hogy köteles finanszírozni, támogatni a külső határok ellenőrzésének biztosítását, a megfigyelő képességet, tehát itt azért még a konkrétumok, az első lépések már egyfajta nyitottságot jelentenek, de miniszterelnök úr hangsúlyozta azt, hogy meg kell érteni az uniónak, hogy óriási a migrációs nyomás, ha csak azt nézzük, hogy ebben az évben Magyarország déli határain 270 ezer illegális próbálkozás volt, illegális határátlépés volt, ezeket a költségeket az Európai Unió mai napig nem segítette és nem támogatta Magyarország vonatkozásában, tehát rendkívül fontos az a lépés, az az első lépés, hogy mit kell tennie az uniónak az illegális migráció csökkentésében és megszüntetésében. Ez volt az egyik fontos üzenet, és ehhez kapcsolódik a másik kérdés, Ukrajna kérdésköre. Ez egy összetett kérdés. Itt is miniszterelnök urat hagy idézzem, Magyarország a békepártján van, és a békepártján lesz. Történelmünk legnagyobb humanitárius segítségnyújtását biztosítottuk Ukrajna számára, de a fegyverszállításban továbbra sem vagyunk hajlandók részt venni. Még a határvédelemről ugye azt mondta von der Leyen, hogy meg fogja erősíteni a külső határokat, lépéseket fog tenni, hogy megelőzze az illegális migrációt, és azt mondta, hogy a migráció európai kihívás, amely európai válaszokat igényel, és közösen kell cselekedniük. Azért 2015 óta elég sok idő eltelt, és most már az osztrák kancellár volt az, aki rendkívül éles hangon kritizálta az unió vezetését, és azt mondta, hogy ezek az üres szólamok és az ígérgetésekkel semmire nem mennek, hogyha nem kapnak pénzt és segítséget erre, akkor nem fogja aláírni a közös nyilatkozatot, tehát rendkívül felháborodott ezen a lépésen. Akkor úgy tűnik, hogy valóban új szelek fújnak Brüsszelben ezen a téren? Új szelek kell, hogy fújjanak, és az osztrák kancellár nagyon határozott volt, egyébként azt is elmondta, hogy a magyarokkal, Magyarországgal való együttműködést a határvédelem vonatkozásában is folytatni fogják, és valóban az osztrák kancellárnak az az álláspontja, hogy itt már az ígérgetés ideje elmúlt, egy olyan helyzettel néz szemben az Európai Unió, amit most már konkrét lépések és nem ígérgetések kell, hogy körülvegyék.
az, hogy megjelenik egyébként a következtetésekben az, hogy a bizottságot felszólítják ennek a finanszírozásának a biztosítására, ez valóban egy komoly lépés. Ugye azt tudnunk kell, hogy ez a csúcstalálkozó azért nagyon fontos, itt az állam és kormányfők vesznek részt, az Európai Tanács elnöke, a bizottság elnöke, valamint az Unió biztonságpolitikai és külpolitikai főképviselője, mert az itt meghozott döntések meghatározzák az elkövetkezendő időszaknak az uniós lépéseit. Ezért volt fontos, hogy egyre több olyan hang, olyan szövetséges hallatszik, aki miniszterelnök úr is a magyar kormánynak a évek óta mondott üzenetét erősíti, határvédelem és ennek a finanszírozásának a támogatása. Egy pillanat, innen folytatjuk majd, de ehhez a témához kapcsolódott ma a nap kérdése, és azt kérdeztük önöktől, hogy ön szerint képes lesz-e Brüsszel a következő európai parlamenti választásig megreformálni a migrációs szabályait. Nos, a válaszadók 96%-a voksolt nemmel, és a nézők mindössze 4%-a gondolja úgy, hogy lesz változás ebben a kérdésben. Körülbelül 650 milliárd forintot költött a határvédelemre 2015 óta Magyarország. A Horvátország is a Schengeni övezet része lett. Ők azt mondták, hogy nem kerítést akarnak építeni, hanem őrtornyokat, drónokat akarnak bevetni, és ott olyan fizikai akadályokat felállítani, mivel ellenőrizni tudják a migrációs vonulást, vagy a migrációs előrenyomulást. Miközben az embercsempészeket egyre nehezebb megállítani. Tehát itt azért a pénz nem elég, hanem az európai összefogás, és hát azért kőkemény rendőri jelenlét is szükséges. Ezt például tudja biztosítani az Unió? Ugye most az a cél, a következtetések abba az irányba mennek, hogy akkor konkrétumokat határozzanak meg, legyen ez őrtorony, gépjármű, a megfigyelő képességeket milyen eszközökkel tudjuk erősíteni. Nyilván ez tagállami szinten eltérő igények jelentkeznek erre vonatkozóan, de ez egy olyan lépés, amiben valóban azt érezheti a magyar kormány és miniszterelnök úr, hogy igen, igazunk volt, és megint igazunk volt. És a másik, ami az elkövetkezendő időszakot meg fogja határozni, ezt mindenképpen hagy jegyezzem meg, mert nem csak politikusként, de nemzetközi jogászként is egy kicsit Zelenszkij elnök úrnak a csúcstalálkozón való megnyilvánulását, hogy a 27 tagállamnak mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy teljes jogú tag legyen Ukrajna. Ezt nem is jó szó az, hogy elfogadhatatlan, de ez nem így működik. Tehát Szerbia és Montenegro 2012 és 10 óta jelöltek. És azt gondolom, hogy a cél most az, hogy béke legyen és tűzszünet, és ennek érdekében mindent megtegyünk, de Ukrajna vonatkozásában ez a következtetés, ami itt a csúcstalálkozón volt, azért kimondta azt, hogy az Európai Bizottság meghatározott intézkedéseket és reformokat, amit Ukrajnának kutya kötelessége végrehajtani. Ha egy gyakorlati példát mondok, a nemzeti kisebbségek vonatkozásában egy jogi keretrendszer kialakítása a Velencei Bizottság ajánlásainak megfelelően. Tehát én azt gondolom, hogy Ukrajnának nagyon nehéz helyzete van, támogatja a magyar kormány pénzzel és humanitárius segítségnyújtással, de nem lehet presszionálni az Európai Uniót arra, hogy ebben a speciális helyzetben soron kívül teljes jogú tagságot kapjon. Ez is elhangzott egyébként, hogy kell a bizottsági elvárásoknak teljesülnie Ukrajna részéről. Igen, ugye meghívta Volodymyr Zelenszkij Orbán Viktort, és hát azt a nyilatkozatot adták ki, hogy amikor szükséges és időszerű ellátogat Kijevbe. Nyilván ez is szóba kerül, és azért az elhangzott már Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter részéről, hogy tehát ameddig a kisebbségek helyzete és igen, a nyelvtörvény, igen, és egyébként a kisebbségek jogainak a helyzete nem oldódik meg, addig sem a NATO, sem az Unió kapui nem nyílnak meg Magyarország részéről semmiképpen Ukrajna felé. Lehet akkor itt valami elmozdulás, változás? Tehát Zelenszkij akkor megváltoztathatja az álláspontját vajon? Azzal kell szembesülnie, mint minden tagjelölt országnak. Szerbia esetében 22, Montenegró esetében 33 fejezet van nyitva, és 2, illetve 3 fejezet van lezárva. 10 év óta tárgyalnak az Európai Unióval. Az a realitás, hogy azok a reformok, a például a média szabályozásra vonatkozó uniós jogharmonizációs elvárása a bizottságnak, az oligarcha ellenes törvény, az igazságügyi reformok, tehát Ukrajnának referálnia kell tavasszal, hogy ezekben a reformokban hol tart, mert ez nem csak annak a kérdése, hogy valaki hogy legyen tagjelölt ország, az is nagyon fontos kérdés, hogy azok az országok, amik évek óta, mondhatni évtizedek óta várakoznak, ne érezzék azt a feszültséget, hogy ez a
soron kívüli eljárás, ez a háborús helyzetnek a következménye, és hagy hozzak egy párhuzamot, ahogyan a szankciók sem segítik a béke minél hamarabbi megvalósulását, úgy a fegyverszállítás, amiben számos tagállam beleáll, nem segíti, nem gyorsítja a békét. Ezért van ebben is igaz a miniszterelnök úrnak, hogy béketárgyalások és nem fegyverszállítási kérdésekről kell beszélni. És még egy olyan friss adat, Németországban a berlini lakosság 36%-a, a müncheni lakosság 50%-a már bevándorló. Nem tudom, hogy a németek ilyen jövőt képzelnek el maguknak, de az uniónak a migrációs kérdésekre égetően és sürgősen kell nagyon konkrét lépéseket megvalósítani. És hát az uniónak a másik égető kérdése a korrupciós botrány, újabb letartóztatás volt, Mark Tarabellát letartóztatták ugye a belga hatóságok. Itt de sorra dőlnek ki a csontvázak, és dőlnek ezek a dominók. Hol lehet ennek a vége, hiszen egyre több gyanúsított van, egyre több letartóztatott van, és az is látszik, hogy ugyan próbálnak összezárni, de a belga rendőrség egyre több szálat és egyre több ügyet derít fel. Mit gondol, hol állhat meg ez a letartóztatási hullám? Ugye egyrészt ez egy folyamatban lévő eljárás, van, aki előzetesben van, akivel vádalkut kötnek a hatóságok, ezért újabb és újabb nevek fognak kiterülni. Azt gondolom, hogy az elkövető hetek és hónapokban újabb és újabb nevek fognak ebbe a kalapba bekerülni. Egy biztos, hogy egy folyamat elindult, és ennek a folyamatnak végét kell vetni. Végtelenül hitelét veszti az Európai Parlament szocialista bázisa ebben az egész folyamatban, és az is látszik, amiről már azért többször beszélgettünk, hogy ez egy mátrix, ez egy NGO, politikusok, volt politikusok, aktív szocialista politikusok által működtetett rendszer. Nagyon tanulságos a történet, és ez azt is jelenti, hogy a korrupció elleni küzdelemben is nagyon sok feladata van még az Európai Uniónak. És hát kérdés, hogy mennyire tud összezárni mondjuk a politikai, hogy meggátolja ennek az ügynek a kiderítését. Juhász Hajnalka, köszönöm szépen a beszélgetést. Én köszönöm.